Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárc Hum, a mai videóban pedig Mayday ismét megérkezett végre a várva várt Road to World Cup csomagunk, valószínűleg ez van benne, Németországba jött, nagyon szép kis bélyegekkel. Na de nézzük, miről is van szó. Rendkívül jó állapotban megjött, ugye az előző Mayday videókat itt jobb felsőben megnézhetitek. Igazából azok között volt egy pár, ami igen csak érdekes állapotú, ez szerintem teljesen rendben van. Örülünk neki, rendelünk még Németországból. Na, nézzük is, itt átnyúlunk közbe, az olló. Nézzük, mi van a csomagban, ez egy ilyen starter valami csoda lesz, elvileg. Aztán majd meglátjuk, hogy ténylegesen mi. Úgy még ott egy kicsi. Na! Nézzük, csúsztassuk ki szépen, miről van szó. Hoppá, az album, illetve a csomagok. Még? Jó. Nincs más. Oké, rendben. Ezt ide oldalra dobjuk. Nem kell nekünk, tehát a csomagok. Ugye én narancsárga dizájnja van. Ahogy néztem, hamarosan megjelenik majd, de lehet, hogy mire ez a videó felkerül, már megjelent a kártyás verzió. Elvileg ez nem lehet majd kapni ezt az albumot, meglátjuk. Minden esetre én megrendeltem Németországból. 5 csomag szokásos. Viszont az album Road to Russia 2018 FIFA World Cup, ugye ez a selejtezőkről szól majd, egy-két csapat van benne, nem az összes. Szerintem Magyarország nem lesz benne, bár azért bízzunk, csak eddig az a baj, hogy a Road to sorozatban, ami a selejtezőkről szól, nem volt benne. Na, tehát szépen elrendezve, ilyen kis indexképnek. Így né. Szuper jó. Na nézzük! Utána majd persze a kártyákat is kibontjuk, de először az album. Tehát az alapkezdő kártyák, ugye már, vagy matricák pontosabban itt vannak. Jól néz ki, tetszik, hogy ilyen akció képek igazából, nem csak hogy a feje le van fotózva egy vászon előtt, hanem tényleg ezek meccs közbeni képek, ezeket én mindig szeretem. Itt vannak a csapatok, mutatom közelről is, nézzük végig őket, ha beáll a fókusz. Tehát a belgák, horvátok, csehek, angolok, spanyolok, franciák, németek, görögök, olaszok, portugál, Románia, oroszok, szerbek, Svájc, Szlovénia, Szlovákia, Wales, Argentina, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Venezuela, Mexiko, Ausztrália, Algéria és Új-Zéland. Meg még ilyen kis egyéb kártyák. Ugye ezek vannak benne, sajnos nincs benne Magyarország. Bár azért az EB-n elég jól szerepeltünk, szóval lassan bekerülhetne, tudnám értékelni. Na de mindegy, menjünk tovább. Nézzük is, első oldalon a belgák, tök jó ilyen kis kép van róluk a jobb felsőbe. Játékosok, gondolom. Igen, logó nem látok, mindenhol valami név van. Ugye Courtois, Neingalán. Azt mondja 16, tehát akkor a kezdő 11 biztos benne van, plusz cserejátékosok. Megyünk is tovább, igen, csapatkép az nincs. Egy ilyen kis felső momentum egy meccsről van, de komplett elemzés itt is, csak hogy a rangsor a FIFA-nak. Ez azért picit értelmetlennek tartom, mert ez nagyon sokszor szokott változni, tehát nem mindig aktuális. Na de, menjünk is tovább. Horvátok, csehek, az angolok, ugye egy címük van nekik. A háttér az mondjuk jól néz ki, de ha beragasztjuk a matricákat, úgyis el fog tűnni. Tehát ilyen szempontból nem sok értelme van. Franciák, ez is tök jó. A németek. Sajnálom, hogy nincs egy ilyen kis kép ott valami a logóval. Persze ott van picibe, de hogy értitek, ilyen csillogósba. De nem rossz album azért. Görögök, olaszok, portugálok, románok,
egy orosz részleg, szerbek, Svájc, szlovákok, szlovénok, egy ilyen rendelős lap, szerintem ez az, igen. Ugye ezt kell kitölteni, ha szeretnétek rendelni. Wales, argentinok, most jelenleg ők az elsők, aztán persze lehet, hogy jövő hónapban már tökre nem. Bolívia, 95. helyezettek, brazilok, Chile, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, elég sok ország benne van, attól függetlenül amúgy. Peru, hogy nincs benne Magyarország, de tényleg viszonylag sok benne van azért. Mexikó, Ausztrália, Algéria, Új-Zéland, 111-ek. Illetve egy ilyen kis rész, ilyen reklámos, mit tudom én mi. Egy ilyen kis felsorolás, hogy hányan fognak bejutni, mi fog itt történni. Ugye hány csapat van lebontva a régiókra. És a kártyák, na vajon mik vannak benne? Jó, van két kolumbiai, James Rodriguez, illetve két bolíviai játékos. Azt hiszem az elején is, igen, ott is ugyanez az ország felbontás volt. Jobban szeretem, amikor vegyesen adják, de mindegy, ennyi lett volna az album. 2 euróba kerül, aki kint élne esetleg, és ott venné meg. Nem egy nagy durranás, voltak már jobb a Panininek, de nem rossz. Viszont a pakkok, nézzük, hát ha nyitunk jókat. Most ha jól láttam, csillogó sincs benne, meg fogjuk tudni szerintem. 5-ből azért csak nyitunk egyet, ha van. Azt mondja, próbálom így közelebb rakni. Chilei. Egy wordi, angol. Egy görög. Na, a fókusz nem találja magát. Azt mondja. Egy szlovén. Illetve egy brazil. Nézzük meg, hogy a hátulján hát van kód. Valamelyiknek, de nagyon úgy fest, hogy az sincs, tehát beváltós alkalmazás sincsen hozzá. Ebből a csomagból talán Wordi volt a legjobb. Ha nem őt gondoljátok, írjátok le kommentbe, kiket választotok legjobbnak. Én őt raktam előre. Megyünk tovább, nézzük, mik vannak itt még. Hoppá, Cristiano Ronaldo. Elég jó kis nyitás így az elején, keresem közben a fókuszt. Egy kis adattal, ez se túl sok. Inkább messzibre rakom, akkor biztos meg lesz a fókusz hívvény. Mehmedi, Brahimi, Valdez. Melyik a jobb? Mostanában Higuain elég jól játszik azért, de tegyük Ronaldót előre. Mégiscsak ők nyerték meg az EB-t. Na, menjünk is tovább. Mitrovic. Azt mondja, egy Silva. Egy Griezmann. Valami perui srác, Lobaton. És egy Hövédes. Talán Griezmann legyen elő. Következő. Azt hiszem, egy ausztrál játékos, vagyis új-zélandi, a logóján látszik. Ország címerén annyira nem, zászlóján pontosabban. Algériai. Ez ismét egy kolumbiai, azt hiszem benne volt az albumban, emlékszem. Ha jól emlékszem. Gezza. Még egy algériai. Méghozzá Riad már ez. Az nem olyan rossz. Ki volt még itt nekünk? Senki, aki olyan jó lenne. Marad akkor már ez elő, berakjuk Wordi mellé.
hogy élvezzék egymás társaságát. Ha már egy csapatban vannak, megyünk tovább. Utolsó csomagunk, csillogós szerintem egyáltalán nincs benne. Reyes. Medel. Ó, valami görög. Ki nem mondom a nevét. És Skoda. Milán Skoda. Érdekes. Hát igazából innen aztán fogalmam sincs, hogy ki lenne. Medel mondjuk nem olyan rossz, meg Reyes se. Talán. Legyen mondjuk Medel. Ennyi lett volna ez a videó. Szerintem nem olyan rossz ez az album. Voltak már sokkal jobb albumok is a Paninitől, de így nem olyan rossz. Kíváncsi vagyok, hogy majd a kártyás verziója milyen lesz a rotturásának. Majd azt is megnézzük természetesen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szavazzátok meg, hogy mi legyen a következő méldé. Itt jobb felsőbe. Ott. Igen, kirakom majd, hogy miket lehet megszavazni, megrendeljük, megnézzük, ugyanígy, ezt ugye ti szavaztátok meg, elég nagy fölénnyel nyerte a szavazás, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, még van itt Bundesliga, spanyol bajnokság, meg még egy párat felsorolok. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, még egyszer iratkozzatok fel, nézzetek rá a Facebookra, lájkoljátok a videót, köszönöm, sziasztok!